Kapcsolatteremtésre, különböző kulturális szinterek bemutatkozására nyújt lehetőséget idén is az immár 9. alkalommal megrendezett Fehérvári Irodalmi Napok. A rendezvény sorozat célja, hogy összefogják a különféle irodalmi sorozatokat, és egy fesztivál keretében tárják az érdeklődők elé. Szerettem volna mindig csinálni Székesfehérváron egy olyan fesztivált, ami szinte kizárólag irodalomra fókuszál, mert hogy nagyon sok jó irodalmi műsor van a városban, de szanaszét különböző helyszíneken szétszorva az egész évben, és szerettem volna egy ilyen koncentrált, csak a szövegről szóló fesztivált összehozni. A megnyitó napján a résztvevők megismerhették a Neandervölgyiek című kötetet Darvasi László könyv bemutatóján. A rendezvényt Erdős Virág nyitotta meg, aki úgy véli, igen színes palettát sikerült idén is összeállítaniuk a szervezőknek. Abszolút ilyen frissen reagál a legújabb irodalmi szenzációkra, például Kemény Lilinek a könyvére, de a nagy öregeinkre, ha szabad így mondani, a Darvasi Lászlónak a legújabb könyve is itt van, úgyhogy minden szempontból abszolút figyelemre méltó kínálat. A programok pénteken és szombaton tovább folytatódnak. Az irodalom és könyvek szerelmeséi megismerkedhetnek egyebek mellett Kemény Lili legújabb regényével, valamint lesz gasztró délután és számos koncert is vár majd mindenkit. A részletes program a képernyőn látható weboldalon olvasható.